A következő két videó olyan technikákról fog szólni, amik elhozzák a világ békét. Mindkét technika egy Thomas Gordon nevű pszichológus nevéhez fűződik, aki az 1950-es, 60-as évektől kezdve hirdette és terjesztette az erőszakmentes kommunikáció filozófiáját és eszközeit szerte a világon. Elsősorban szülőket, tanárokat és vezetőket oktatott, de egyébként sok mindenki mást is. De hogy jön ide a világbéke? Hát úgy, hogy ezt a Thomas Gordont a 90-es évek folyamán 3 alkalommal is Nobel-békedíjra jelölték. Lehet, hogy személyesen nem a világ békére hajtunk, de talán a békésebb kapcsolatokra, vagy békésebb kommunikációra igen. Mert hogy is néz ki egy átlagos konfliktus? A mond valamit, ami B-nek nem tetszik, úgyhogy B azt megcáfolja, mire A megcáfolja B-jét. B pedig erre mond egy még jobb érvet, A pedig mond rá egy még jobb érvet. B erre lehet, hogy már azt mondja, hogy persze, mert A mindig jobban tudja, erre A sértődötten, vagy esetleg kiabálva, vérmérsékletétől függően azt mondja, hogy jó van, akkor legyen úgy, ahogy te akarod. Persze, ha most motoszkál a fejedben egy saját konfliktusod, akkor az mindig sokkal jobb, mint az én hülye példáim. Minden esetre nézzük meg, hogy Gordon első technikája, amit aktív hallgatásnak, értőfigyelemnek vagy interpretációnak is szoktak nevezni, hogyan képes megváltoztatni egy ilyen tipikus konfliktus dinamikát. Az aktív hallgatás legfontosabb összetevője a passzív hallgatás, vagyis az a tevékenység, amikor fizikailag odafigyelek a másikra. Végighallgatom, amit mond, nem vágok a szavába, nem nyomkodom a telefonom, és legfőképpen nem azon agyalok magamban, a mozgó száját figyelve, hogy majd milyen nagyszerű ellenérvel fogok visszavágni, hogyha tart egy légvételnyi szünetet a mondandójában. Esetleg emellé még bólogathatunk okosan, ümmözhetünk, kiki saját vérmérsékletétől és stílusától függően. És ez a passzív hallgatás már is nagy-nagy különbséget hoz ahhoz képest, ahogyan egy átlagos konfliktus leszokott zajlani, nem? Aztán, ha megvolt a passzív hallgatás, és a másik elhallgat, akkor jön a hallgatás aktív része. Ilyenkor jelezzük a másiknak azt, hogy felfogtuk, megértettük azt, amit ő mondott. De ezt nem úgy csináljuk, hogy értem. És nem is úgy, hogy értem, de... hanem egyszerűen csak visszamondjuk, elismételjük azt, amit a másiktól hallottunk, vagyis interpretáljuk az elhangzottakat. Persze, ezt lehet többféleképpen is csinálni. Én az empatikus interpretációnak 4 szintjét különböztetem meg. Az első szintet Gordon úgy hívja, hogy papagájozás, és ez körülbelül jól le is írja azt, hogy ez az egész mit jelent. Szóról szóra, ugyanúgy minden szót visszamondok, ahogyan a másik mondott. Vegyünk erre egy példakonfliktust, jó? Tegyük fel, hogy van egy kollégád, akiről tudod, hogy nagyon elfoglaltnak tünteti fel magát, de valójában azért nem szakad meg a munkában. Te 2 dolgot kértél tőle az elmúlt 1 hétben, és egyiket sem csinálta meg, azt viszont tudod, hogy a főnök felé nagyon jól menedzseli magát és a karrierjét. Egyik nap összefuttok az ebédlőben, és megkérdezed, hogy hogy van. Mire ő azt válaszolja? Nagyon stresszes mostanában a munka, ez a 4. év zárás, egész nap csak meetingről meetingre rohangálok, meg ez a rengeteg ügyfélhívás, nagyjából egész nap csak meetingeken ülök, vagy ügyfeleket hívogatok, és a munka java részét pedig otthon munkaidőn kívül végzem el. Erre válaszolhatjuk azt, hogy hát, ne tudd meg, nálunk is milyen kemény hajtás van. Vagy mondhatjuk azt, hogy fú, ne is mondd, én az elmúlt 1 hétben nem aludtam semmelyik nap 3 óránál többet. És ezek azért viszonylag kedves válaszreakciók voltak, de lehet, hogy olyasmi is eszünkbe jut, hogy de akkor hogy a főnökkel minden nap van időt kávézni? Vagy csak azt nem tudom, mivel vagy olyan elfoglalt, mert biztosan nem azzal, hogy az én projektembe dolgozol. Hát, ezek közül egyik sem volt empatikus interpretáció, de még empatikus se. De talán az jól látszik belőlük, hogy az empatikus interpretációban nem is mindig az a nehéz, hogy mit mondjunk, hanem az, hogy ne mondjuk azokat a dolgokat, amikre gondolunk, sőt, olykor már a nyelvünk hegyén vannak. És akkor hogyan is néz neki egy ilyen papagájozás ebben a helyzetben? Ugye mondja a kolléga, hogy nagyon stresszes, nagyon sok ügyfélhívás, nagyon sok meeting, én pedig azt mondom, hogy szóval azt mondod, hogy nagyon stresszes most a munka, 4. év zárás van, rengeteg ügyfélhívás, rengeteg meeting, és tulajdonképpen meetingről meetingre rohangálsz, és a munkádat meg valójában otthon munkaidőn túl végzed el. Hát így. Szóra visszamondtam azt, amit mondott, és lehet, hogy ez bénán hangzik, meg egy kicsit olyan átlátszó is, de
Vannak szerintem olyan helyzetek, ahol működhet. Annál például biztosan jobb, mint hogyha a főnökkel való kávézásaira kezdenénk el célozni. Reméljük, hogy ennél tudunk jobbat, de ha egy adott helyzetben mégsem, akkor ezzel is érdemes megpróbálkozni. Az aktívan hallgatás következő szintje az értő interpretáció, amikor a tartalmat, amit a másik mondott, a saját szavainkkal adjuk vissza, tehát valahogy átfogalmazzuk, és úgy ismételjük el. Mondja akkor az emberünk, hogy nagyon stresszes a munka, rengeteg ügyfélhívás, sattara-sattara, mire mi mondhatjuk azt, hogy hú, akkor eléggé le vagy terhelve. Vagy mondhatjuk, hogy akkor ezek szerint meetingek és ügyfélhívások töltik ki gyakorlatilag a munkaidőt 100%-át. A következő szintet hívhatjuk úgy, hogy érző interpretáció. Ez már egy kicsit több, mint az előzők, mert hogy a másik mondandójának a tartalmi részéhez, ugye ami a hard, hozzáteszem azt, hogy ő mit érezhet, ami a soft. Lehet, hogy ő az érzését nem mondta ki, de mondjuk látom rajta, vagy empatikusan, vagy egyszerűen csak okos feltételezésből nagyjából sejtem, hogy milyen érzése lehet. Ez a fenti leterhelt ügyfélszolgálatos című példaesetben úgy nézhet ki, hogy szóval kicsit eleged van már, hogy a munkahelyen igazából csak a munkádra nem marad idő. Vagy, hú, ez azért nehéz neked, hogy meetingről meetingre, hívásról hívásra kell rohangálnod egész nap. Esetleg mondhatom, hogy el tudom képzelni, hogy mennyire őrjítően kimerítő ez a munkatempó. Mi ebben a trükk? Vagy a kollégánk egyáltalán nem mondta, hogy neki elege lenne, hogy ő kimerült lenne, vagy hogy neki bármi is nehéz lenne. Ezeket csak mi látjuk rajta, vagy mi feltételezzük abból, ahogy elmondja a dolgokat, és mint a közlések soft oldalára érzékeny beszélgető partnerek, visszajelezzük ezeket az érzéseket is. Végül is mi a legrosszabb, ami történhet? Legfeljebb azt mondja, hogy elegem azért nincs, felmondani nem fogok, de nagyon vágyok már egy szabad napra. Eddig az interpretációnak három formáját néztük meg. A papagájozást, amikor szóról szóra ugyanazt elmondom, mint amit a másik mondott. Az értő interpretációt, amikor átfogalmazom azt, amit a másiktól hallottam, és a saját szavaimmal tükrözöm vissza neki. Az érző interpretációt, amikor ki nem mondott, ám de látható vagy feltételezhető érzéseket is visszatükrözök annak, akivel beszélgetek. Most, hogy már három verziót körüljártunk, valószínűleg rá tudsz ismerni, hogy te magad is alkalmazod ezeket a technikákat. Lehet, hogy nem konfliktus helyzetben, de mondjuk gondolj olyasmire, hogy az egyik barátod egy szakítás után panaszkodik neked és sír. Vagy a gyereked azért szomorú, mert valaki elvette a játékát az óvodában. Szerintem ezekben a helyzetekben, amelyek kvázi tét nélküliek számunkra, képesek vagyunk igazán megérteni a másikat, visszatükrözni akár az érzéseit, egy kicsit együtt szomorkodni, vagyis kifejezni az empátiánkat. Az is lehet, hogy nem mondunk ilyen költői körmondatokat, hogy hú, mennyire őrítően kimerítő lehet neked ez a meetinggel, és tehát nem ilyen hosszan fogalmazzuk meg, hanem csak annyit mondunk, hogy jaj, asta. De a lényeg, hogy nem visszavágunk, nem azt mondjuk, hogy én megmondtam már akkor, hogy ennek szakítás lesz a vége. Vagy nem mondjuk azt a gyerekünknek, hogy tőle meg elvették ma a parkolóhelyet a Tesco-ba, az is milyen rossz volt. Nem akarunk rálicitálni, hanem ezek helyett egy másféle irányú mozdulatot csinálunk. Nem szembe megyünk velük, nem visszatoljuk őket, hanem melléjük állunk. És mit tapasztalunk ilyenkor? Hogy a másik megnyílik, elkezd bennünk megbízni, és ahogy beszél, a végén lehet, hogy azt mondja, hogy nagyon köszi, hogy meghallgattál. Igazából most ennyi kellett. Persze, akire haragszunk, akivel épp konfliktusban állunk, aki hülyeségeket beszél, azzal a legkevésbé sincs kedvünk így viselkedni. Pedig azzal az emberrel is csupán ennyit kéne tennünk. Egy percre szüneteltetnünk a jobbnál jobb érveinknek a sorozását, az érvek ütköztetését, és egy kicsit megállni, meghallgatni, hogy mit mond a másik, egy kicsit átállni az ő oldalára, vagy megvizsgálni a dolgokat az ő nézőpontjából is, vagyis empatizálni vele. Sokan attól félnek, hogy ez az empatizálás, ez olyan, mintha egyetértenénk a másikkal. De nem. A megértés nem jelent egyetértést. Amikor azt mondom, hogy hú, azt mondod, hogy le vagy terhelve, akkor az nem jelenti azt, hogy szerintem is le vagy terhelve, hanem csak azt jelenti, hogy hallom, hogy azt mondod, hogy le vagy terhelve, vagy hogy úgy érzed, hogy le vagy terhelve. Hogy én mit gondolok erről,
És mit mondok erre? Az majd csak ezután jön. A tartalmi és érzelmi megértésen túl van még egy dolog, amit tehetünk, ez az interpretáció negyedik szintje, amit én értékelő interpretációnak neveztem el. Ha egy kicsit visszagondolsz az előző videóra, ahol többek között a másik méltatása volt a téma, akkor lehet, hogy össze is tudod rakni, hogy mit jelent az, hogy értékelő interpretáció. Hogy mindig, minden helyzetben és mindenkiben fel tudunk fedezni valamilyen pozitív erőfeszítést, képességet, tulajdonságot, akár egyetlen mondat alapján is, mint ez a fenti. Szóval mondja a másik, nagyon stresszes a munka, rengeteg ügyfélhívás, egy értékelő interpretáció, hogy úgy néz neki, hogy látszik, hogy nagyon fontos neked az, hogy minden meglegyen. Még akkor is, hogyha ezért nagyon sok áldozatot kell hoznod. Vagy mondhatom azt, hogy rendes tőled, hogy minden meetingen részt veszel, mert egy csomóan elhanyagolják mostanában ezeket, pedig évelején megmondta a főnök, hogy erre helyezzünk hangsúlyt. Szóval nem vagyok rest megtalálni, és vissza is jelezni azt, ami az ő nehézségéből erősségként így kikandikál. Oké, tegyük fel, hogy interpretáltunk. Nem is egyszer, sokszor, és nagyon jól. Akkor ezzel most a konfliktus meg van oldva, és a kolléga ezentúl mindig határidőre teljesíteni fogja, amit kérünk tőle. Hát, jogos a felvetés. Nincs megoldva a konfliktus. De az interpretáció nem is erre való. Ez csak egy eszköz arra, hogy kialakítsunk, vagy fenntartsunk egy olyan kapcsolatot, amin ez a konfliktus megoldhatóvá válik. Egy olyan légkört, amiben valóban törekszünk arra, hogy megértsük, hogy mit is akar a másik, és egy olyan módszer, amivel egymás oldalára állva tudunk beszélgetni, ahelyett, hogy szembefeszülnénk egymással. Nem hiszed? Vagy pont, hogy jól hangzik? Próbáld ki! A következő találkozásunkig találj 3 olyan helyzetet, amiben gyakorolhatod az interpretálást, akár egy teljesen hétköznapi átlagos helyzetben, akár egy konfliktusban. És figyeld meg, mi változik. Jó kísérletezést!